Magyar Majdánon vagyunk, a szerb-magyar-román háromas határon. Helybilliek tanástalanok a migránsok miatt több házban betörtek, mindent maguk után felégettek, és ilyen kép fogadott bennünket. Egy család rokona októberben hunyt el, hátrahagyva a családi házát, amelyet most a migránsok feltörtek, és elégettek mindent, amit a házban találtak. Most, mikor kidívünk meg, megnézzük, már nem találjuk, se a nagykaput nem találjuk, se a kiskaput, nincs az ajtuk, le vannak szedve, a bent a házba olyan cirkusz van, hogy nem tudok, hogy ki csinál ilyent, a villanyóra kicsupálva, víz engedve, nem tudunk kihő fordulni, hogy valamit elérjünk, hogy ezek ne csinálnak ilyen vandalizmust, azok a mi turisták, akik be vannak engedve papírok nélkül. A helybéliek arra figyeltek fel, hogy zombori rendszámtáblájú taxik hordják Majdánra a migránsokat. Ha a belügyi szervek elszállítják őket, másnapra ismét tele van a falu velük. Ebben a házban a vízvezetéket is szétszerelték. Nagyon sajnálni való, hogy ez így, és így reagálnak a községbeli emberek is erre, mert jelentettük ezt a vizet is, hogy megindult, tehát levették a csapot, és állandóan folyik. Már 10 napja biztos van, hogy mi ezt jelentettük, azelőtt is már folyt a víz, és nem jöttek ki, tehát több eset lett volna itt Majdánon, nem csak ez az egy, amit mi jelentettünk, és nem reagálnak rá. Most is tele van migránsokkal a falu egyetlen boltja, ahol naponta 350 kenyeret is eladnak. Az a helyzet, hogy itt mind a házban vannak migránsok, léceket leszedik a katárkáról, rengeteg szemetet csinálnak, tönkretették a falunkat, abszolút minden. Itt a buldozserozni kellene is a sémást. És minden, ahol nem laktak, minden épület, meggyújtsák a tetőteret is mindent, úgyhogy itt ez borzasztó, milyen helyzet van itt. A falubéliek tanástalanok segítséget várnak. Ez most már csak egy ilyen családi ereke maradt, hogy ez itt volt nekünk egy szép, lakható kis majdáni házunk.